öreg bölcs üldögélt a Korintuszba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele. Milyenek itt az emberek? Hová valósi vagy? Aténi vagyok. És felétek milyen nép lakik? Hát tudod, rettenetes társaság. Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan. Nincs szerencséd. Korintuszban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. A vándor búsan folytatta az útját. Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korintuszban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Aténból jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. Nagyszerű emberek élnek ott. Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek. Válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. Nagy szerencséd van, Korintuszban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd. A vándor vidáman fütyörészve folytatta az útját a város felé. A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg. Nagyon csalódtam benned, sose hittem volna, hogy te egy ilyen kétszínű ember vagy. Az öreg bölcs mosolyogva csillapította. Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál. Az vagy, ahogy gondolkodsz. Ha többet akarsz az élettől, gondolkozz máshogy.